Sok szeretettel köszöntöm a televízió kedves nézőit, dicsértessék a Jézus Krisztus! A Lélekemelő című vallási műsorunkat látják. A mai alkalommal a gondviselő Istenről gondolkodunk. Igen, kényes kérdés az ember életében, hogy milyen istenképet hordoz valaki magában, amennyiben hordoz egyáltalán valamilyen istenképet, de úgy vélem, hogy még azok is, azok az embertársaink is, akik úgy gondolkodnak, hogy Isten nélkül képzelik az életet, a világot, tehát azt a végső okot, és azt a személyes, mindenek felett álló létezőt nem feltételezik életükben, idegen szóval ateistának mondják magukat, még ezek a kedves embertársaink is valamiféle istenképpel rendelkeznek, úgy gondolom. Mert már abban a kifejezésben is, hogy valaki Isten nélkül, vagyis ateistaként képzeli el a saját életét, a világ dolgait, ebben is van már bizonyos feltételezés, vagy valaminek a tagadása nyilvánvalóan, éppen ezért az istenkép hiányáról lehet beszélni, de ahhoz valami istenkép kell, hogy annak a hiányát is valamiképpen meg tudjuk önmagunk előtt fogalmazni. A keresztény ember, de ugyanígy az Ószövetség embere, a zsidóság, és muszlim testvéreink is, és még sok más olyan világvallás, amely egy Isten hívő, ezek a hitbeli elképzelések, és ezek a hitbeli állítások, amelyekre ráteszik az emberek az életüket, ezek személyes istenképet hordoznak. Azon belül azonban, még mi keresztények is, el kell, hogy tűnődjünk azon belül, hogy személyes istenképünk van, hogy milyen ez a személy, hogyan viszonyul hozzánk, mi a viszonyunk nekünk a személyes Istenhez. Tehát itt is többféle árnyalat van, sokféle elképzelés. Mi most azt az elképzelést szeretnénk megismerni a mai alkalommal, amelyre az evangélium Jézus magatartása és tanítása utal. Majd felolvasom Szent Márk evangéliumából a 6. fejezet 34. versétől a 44. versig terjedő részt. Ez lesz a mai közös gondolkodásunk alapja. De visszatérve a kezdeti gondolathoz, tűnődjünk el még ezen a kérdésen, hogy Istennel vagy Isten nélkül, és ha már személyes istenképünk van, akkor milyen ez a személyes istenkép? Távolálló vagy közelálló? Hogyan viszonyul hozzánk Isten? Mi hogyan viszonyulunk hozzá? Van-e közöttünk kapcsolat? Élő-e ez a kapcsolat? Szeretett kapcsolatról beszélünk, vagy pedig csak valami fenyegető istenképünk van, aki félelmet kelt a lelkünkben, akitől jobb elbújni, mint ahogyan elbújt Ádám az édenkert fái között, amikor szégyelte magát, amikor bűnbe esett. Tehát sokféle módon gondolkodhatunk a személyes Istenről, de szeretném ma abban a tekintetben bemutatni a helyes istenképet, ahogyan Jézus ezt megtette számunkra. Egy jelenségnél azonban még mindig megállnék, ez pedig az úgynevezett deizmusnak az eszme áramlata, ahogyan Madács Imre is az ember tragédiájában megfogalmazza, a gép forog, az alkotó pihen. Ez a fajta elképzelés, amit idegen szóval deizmusnak mondunk, ugyancsak feltételezés vallja Isten létét, és mint végső okot is maga elé állítja, és a világ fölé helyezi Istent, de ugyanakkor úgy vélekedik, hogy nincsen közünk egymáshoz. Tehát Isten megtette a dolgát. A mór
megtette a dolgát, és most már nincs rá szükség. Tehát ilyen értelemben egyrészt Istent állítja be ez az elképzelés, mint egy nyugdíjasként és visszavonult állapotban, akinek már nincsen dolga a világgal. Annak idején, egy-két évtizeddel ezelőtt, amikor a Csíksomlyói Passió című darab nagy sikerrel ment a színházakban, népi színdarab, erdélyi nyilvánvalóan elképzelés, hát ott az atya, az idős úr kiállt az erkélyre, mármint az Atyaisten, és onnan figyelte a teremtett világot. Tehát van ilyen elképzelés is. Ez a deista, ez a nyugdíjas istenkép, amelyben az Úrnak már nincs több dolga, mert ő már megtette a maga dolgát, megteremtette a világot. De nagy veszélye van ennek az elképzelésnek, mert úgy tekint Istenre, mint aki magára hagyta a világot. Már nincs kedve tovább foglalkozni a világgal, és nem is szól bele a világ dolgába. Ugyanakkor az ember oldaláról tekintve ugyancsak problémás ez az elképzelés, mert kilóg a lóláb ezekben a megnyilatkozásokban, ha valaki így vallja meg az Isten képét, azért ott van a személynek a függetlenedési vágya, vagy talán a passzivitása, mármint az embernek az igénye, hogy az Úr is letette a lantot, hát velem se foglalkozzon, és ne legyenek követelményei velem kapcsolatban. Tehát különítsük el az életünket, és én is teszem a dolgomat, tehát hiszek Istenben, és csodálom is azt, amit alkotott, elfogadom, hogy ő a legfelsőbb lény, de nincsen sok közünk, vagy egyáltalán semmi közünk nincs egymáshoz. Ő is hagyjon engem a magam élet körülményei között, élet terében, és majd én is hadd tegyem azt, amit én akarok. Természetesen itt túlzásokban fogalmazok, és itt ismétlem, hogy itt sokféle elképzelésről van szó, mert hiszen minden egyes embernek van saját istenképe, vagy elképzelése Istenről, és mindannyian mások vagyunk, más a lelki alkatunk, mások az élményeink, mások az emberi kapcsolataink, ezért az Istennel való kapcsolatunk is mindnyájunknak egyéni és sajátos. Ez nem azt jelenti, hogy ennyiféle Isten van, vagy Isten ennyiféleképpen mutatkozik be, ezért is hivatkoztam arra, hogy van olyan istenkép, amit maga Isten mutatott fel önmagáról, és a mai alkalommal éppen ezt szeretnénk megismerni. De azért jó, ha eltűnődünk azon, vagy önmagunkat is belehelyezzük ebbe a sokféleségbe, hogy vajon mi hogyan gondolkodunk Istenről. Szeretne az ember független lenni, de jól tudjuk azt, hogy amikor nehézségeink vannak, amikor szembesülünk önmagunk korlátaival, gyengeségével, amikor már szinte tehetetlennek érezzük magunkat, akkor mégiscsak az Úrhoz kiáltunk, akkor mégiscsak szükség van Istenre. Milyen sokszor felsóhajtunk csak úgy, hogy Istenem, ja Istenem, tehát még a töltelék szavaink is tele vannak Isten nevével, vagy ezek a sóhajtozásaink, vagy töltelék kifejezéseink, pedig ezek komoly dolgok, és ezek meghatározóak, mert mégiscsak az ember szívéből fakadnak, és az embernek a belső felismerése szólal meg ezekben a kijelentésekben, vagy felsóhajtásokban, hogy jaj Istenem, hát segíts rajtam, és akkor egy-egy fohász születik meg az ajkunkon, egy-egy fohásszal fordulunk valójában Istenhez. A hosszas bevezető után felolvasom a mai napra kiválasztott evangéliumi részt, amint említettem,
Szent Márk könyvéből való a mai közös gondolkodásunk szentírási alapja, mégpedig a 6. fejezet 34. verstől a 44. versig terjedő rész. Egy alkalommal Jézus nagy tömeget látott maga előtt. Megesett a szíve az embereken, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ezért sok mindenre kezdte őket tanítani. Későre járt már az idő, amikor odaléptek hozzá tanítványai, és figyelmeztették. A vidék elhagyatott, az idő is eljárt. Bocsásd el őket, hogy a környékbeli tanyákra és falvakba mehessenek, és ennivalót vegyenek maguknak. Jézus azonban így válaszolt, ti adjatok nekik enni. Azok megjegyezték, talán menjünk kenyeret venni 200 dénárért, hogy elláthassuk őket. Erre Jézus megkérdezte, hány kenyeretek van? Menjetek, nézzetek csak körül. Körülnéztek és jelentették. 5 kenyerünk és 2 halunk. Ekkor meghagyta nekik, hogy csoportokban telepítsék le minnyájukat a zöld gyepre. Le is telepedtek 100-as és 50-es csoportokban. Jézus ezután fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, föltekintett az égre és hálát adott. Majd megtörte a kenyereket és tanítványainak adta, hogy osszák ki. A 2 halat is szétosztotta valamennyiük között. Mindnyájan ettek és jól is laktak, sőt még 12 kosarat szedtek tele a kenyér és a hal maradékából. Pedig 5000 férfi evett a kenyérből. Szent Márk könyvéből olvastam fel a csodálatos kenyérszaporítás történetét, a 6. fejezet 34. versétől a 44. versig terjedő részt. Ez a történet tehát a gondviselő Istenről szól, mert az az Isten kép, amelyet Isten mutat fel önmagáról, a gondviselő Isten képe. Isten a mi teremtő atyánk, szép kifejezés ez, amit a hitvalló emberek állítanak az Úrról. Ez azt jelenti, hogy Isten fölötte áll a világnak, ő a mi életünk forrása, az egész világ létének forrása, de egyszer s mind személyesen és bennünket szerető valaki, tehát nem csupán egy személytelen ős ok, ős forrás, amitől vagy akitől minden származik, hanem szerető atya. És amennyiben atyának, szerető személynek tartjuk, pontosabban szeretett közösségnek, mert a keresztény hit szent háromságként tekint az egy Istenre, akkor, ha ez így van a hit állításában, abból logikusan következik, hogy Isten törődik is a világgal. Tehát ez az előbb említett deista, Isten kép itt nem helytálló. Mert ha Isten szeretetből adta a világot, sőt, ahogy Szent János apostol mondja, ő maga a szeretet, akkor nem feltételezhetjük róla, hogy elhagyott minket, és magára hagyta a világot. Sőt, a kinyilatkoztatás számtalanszor megemlíti és megerősíti ezt a tényt, ahogy már Izaiás próféta mondja, hogy Isten Emmanuel, vagyis velünk van, velünk lakó Isten. És a Szentírás ismételten ezt hangsúlyozza, hogy Isten velünk van. Tehát van közünk egymáshoz, és gondviselő atyánknak tarthatjuk őt, mert ő törődik velünk, gondunkat viseli. Természetesen valljuk azt, hogy sok mindent beleépített az Úr a világba, a világ rendjébe, ezért olyan fontos számunkra a természeti törvény, a természet rendje és törvényszerűségei. De ha már az ember életét nézzük, azért katolikus felfogással jóval többet vallunk annál, mint sem, hogy az ember leszállt egy futószalagról, vagy a biológia rendje szerint megfogant az élete, és aztán világra hozta az édesanyja.
mindez szeretetből történik, és az ember léte, bárhogyan is alakul az életünk, Istentől van, és Istentől kapott ajándék. És azt halljuk, hogy minden egyes ember életét Isten teremti, de ugyanakkor életünket az Úr fenn is tartja. A Zsoltáros is szebbnél szebb imákat mond, erről a Zsoltárok könyve számtalan bizonyságot tesz arról, hogy az Úr gondoskodik rólunk. Mert ha megvonná a leheletét tőlünk, akkor mi semmivé válnánk. Tehát az ő segítsége nélkül, az ő életadó jelenléte nélkül mi megsemmisülnénk. És valóban az Úr személyesen is gondoskodik rólunk, és a világrendjét most is ő tartja kezébe. Kezében, tehát a világ az nem csak teremtménye, nem egy produktuma az Úrnak, hanem ő törődik is a világgal. Érdemes elgondolkodni az embernek a termékeiről, tehát az ember esetében nem beszélünk teremtményről, mert az ember nem tud teremteni. A teremtés azt jelenti, hogy a semmiből hoz létre valaki valamit, erre egyedül Isten képes. De ugyanakkor az ember készíti a dolgokat, az embernek vannak alkotásai, művei, termékei, tehát sok mindent lehet mondani. Az emberi munkának van gyümölcse, eredménye, de ha például a mai korban az ember által készített eszközöket nézzük, vagy egy cég például egy terméket előállít, akkor felelősséget is vállal azért a termékért. Hát nem is lehetne árusítani a különböző dolgokat, termékeket, műszaki eszközöket, hogyha a gyártója nem vállalna ezért felelősséget, ezért az áruért, ezért a termékért. Tehát ez nagyon fontos. Egy, két, vagy még több évre, minél biztosabb a terméknek a minősége és annak a használhatósága, annál nagyobb garanciát mer vállalni a termék előállítója, mert biztos a dolgában, de ezzel csak arra szeretnék utalni, hogy még ilyen esetben is tovább kíséri a produktumát, vagyis a termékét az ember, az emberi munkának az eredményét. Hát, hogyha az ember kész, vagy képes felelősséget vállalni az általa előállított termékért, akkor hogyan ne tenni ezt meg a minket szerető, teremtő Isten, aki szeretetből adta nekünk a létünket, szeretetből adta nekünk a világot, hogyan ne vállalna ezért felelősséget. De hát itt nem csak felelősségvállalásról van szó, hanem egyúttal szeretetről és gondoskodásról, gondviselésről. Az Úristen gondoskodik a világról. A mostani felolvasott evangéliumban Jézusnak ez a kiáradó szeretete indít arra, hogy elgondolkodjunk a gondviselő Istenről és az ő szeretetéről. Mert szétnézett a tömegen, és megesett a szíve az embereken, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ezért sok mindenre kezdte őket tanítani. Ebből a mondatból, vagy ebből az állításból két fontos következtetést vonhatunk le. Az egyik az, hogy nem csak kenyérrel él az ember, ahogy mondja a Szentírás, hanem az igével is, amely Isten ajkáról való, tehát Jézus még mielőtt enni ad az embereknek, a lelküket táplálja, tehát a kenyérszaporítás csodáját megelőzi a tanítás. Sok mindenre kezdte az embereket tanítani. Tehát Jézusnak a szeretete, a tápláló és gondoskodó szeretete az ember helyes élet útjára irányul, hogy az ember Isten szándéka szerint és jól és helyesen élhesse az életét.
de természetesen ez a gondoskodás aztán megmutatkozik a testnek a táplálásában is. A pásztor képe is erre utal. A 22. Zsoltár, annak szavai a fülünkben csengenek. Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom, és zöldelő rétekre vezet engem, felüdít a tiszta vizek forrásából. Lám, ezt a szeretetet mutatja Jézus, aki önmagát másutt kifejezetten jó pásztornak mondja, és így mutatkozik be. Én vagyok a jó pásztor, ismerem enyéimet, enyéim ismernek engem. De itt, amikor Szent Márk leírja, hogy Jézus pásztorként néz körül, és azért esik meg a szíve az embereken, mert olyanok, mint a pásztor nélküli juhok, akkor azt is leírja a Szent Író, hogy a tanítványokra bízza a gondoskodást, tehát emberi kezekkel osztja ki, és osztatja ki a kenyereket, de előtte letelepíti őket a zöld gyepre. Talán elhanyagolható ez a tény, de mégis figyelemre méltó, hogy Jézus ott a zöld fűbe ülteti le az embereket, ahol tanítja őket. Tehát ez a Zsoltár valahogy itt megvalósul, és az emberek esetében valóban ez a pásztori gondoskodás megmutatkozik. Nem véletlen, hogy az Ószövetség embere, annak a pásztor népnek, a zsidóságnak a zsoltárosa ezt mondja, vagy így látja az Urat, mint aki gondoskodik övéiről, ez a nép a pásztorkodásával megismerte azt, hogy mit jelent a juhokkal való törődés, mit jelent a kies vidéken zöld füvet, fűcsomókat találni, hogy táplálja a pásztor a juhait, és mennyivel jobb és eredményesebb, ha kifejezetten zöldelő rétekre talál a pásztor, és oda vezeti a nyáját. Hát ez a kép, ez az élmény, sőt ez a tapasztalat él a Zsoltárosban, amikor azt mondja, hogy az Úr nékem pásztorom. És ez a gondoskodó, tápláló szeretet mutatkozik meg a pásztor jóságában. Jézus így tekint az emberekre és az ő küldetése, tehát az irgalmas, a gondviselő Isten szeretetének a továbbadása. Ezt mutatja meg Jézus a csodálatos kenyérszaporítás eseményében. A pásztorkép egyébként másutt is megjelenik az Ószövetségben. Gondoljunk Ezekiel prófétának a hosszú, szép gondolat sorára, a könyve 34. fejezetében szó esik a pásztorokról, és vannak földi pásztorok is, vannak Izrael népének pásztorai, tehát itt is annak a felismerése mutatkozik meg, hogy van párhuzam Isten gondviselő szeretete, jósága, illetve az emberi gondoskodás és pásztorkodás között, és az Úr sokszor a földi pásztorokon keresztül gondoskodik népéről, és Jézus ilyen pásztori szerepet vállal, aztán az apostolaira is pásztori feladatokat bíz, így lesznek az apostolok egyrészt halászok, akik halászok voltak, emberhalászok, de ugyanakkor pásztorok és lelki pásztorok, hiszen így nevezzük az apostolokat és az ő utódaikat, a püspököket, a papokat a mai korban, vagyis az egyház történelme folyamán töretlenül, hogy ők a lelkek pásztorai, az apostolok utódai. És Jézus ezt bemutatja, valóban az Úr nekünk gondviselő pásztorunk. Táplálja övéit, segíti övéit és vezeti őket. És a táplálásnak tehát az ember egészére, az emberi személy egészére hatása van, mert hiszen, mivel az ember test és lélek egysége, az emberségünk a testben és a lélekben áll fönn, ezért a gondoskodó szeretet Isten részéről
egyszerre táplálja az embernek a testét, és táplálja az embernek a lelkét. Megesett Jézus szíve az embereken, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok, ezért tanítani kezdte őket. Majd pedig, amikor a testi éhséget is tapasztalják, akkor tanítványai közreműködésével, tehát emberi közreműködéssel táplálja a népet, csodát tesz. Ez a kenyér szaporítás csodája. Hogy mit is jelent ez, vagy mi ennek a lényege, erre műsorunk második részében még részletesen kitérünk, de most tartsunk rövid zenés szünetet. Nézőink. Most folytatjuk a Lélekemelő című vallási műsorunkat. Mai közös gondolkodásunk szentírási alapja Szent Márk könyvéből való, a 6. fejezet 34. versétől a 44. versig terjedő rész.
a gondviselő Istenről gondolkodunk. Isten szeretete végig kíséri az ember életét, nem csupán földi életutunkon, hanem az örökké valóság felé kísér bennünket. Arra gondolunk, hogy Isten részt adott az ő létéből, hiszen a létezés nem magától értetődő dolog. Mi emberek önmagunktól nem léteznénk, és semmi a világon nem létezne, nem létezik önmagától, hanem a dolgoknak és a személyeknek a létükben megvan a megfelelő végső oka, eredete. És ezt az okot a hívő ember Istenben ismeri föl, Istenben vallja, tőle van minden. De mint említettük közös gondolkodásunk elején, az Isten nem csupán elindította a dolgokat, útjukra indította őket, vagy utunkra indított bennünket, hanem kíséri is teremtményei életét. Az Úristen gondviselő Isten, és nagyon fontos ez az állítás, hogy Isten nem csak teremtő, természetesen itt idézőjelbe teszem ezt a csak kifejezést, hanem gondviselő is. Miként történik ez a gondviselés? Jézus a csodálatos kenyérszaporítás eseményében, amely a most felolvasott evangéliumnak és a ma tárgyalt szentírási résznek fő cselekménye, eseménye, ebben a kenyérszaporítási csodában a gondviselő Istent állítja elénk, és olyan Isten képet mutat fel számunkra, mely Isten kép a szerető, velünk törődő, az életünket és az örök létünket akaró Istennek a képe, valósága. A kenyérszaporítás csodája egyrészt tehát a gondviselő Istenre utal. Jézusnak megesik a szíve az embereken, elcsigázott a körülnézés, látja, hogy ezek az emberek fáradtak és éhesek, de nem csupán testi értelemben, mert lehet az ember lélekben is megfáradt, vagy lélekben is csüggett, más szóval, és ugyanakkor lélekben is éhes. Ezért Jézus először tanítani kezdi őket, tehát az evangélista megjegyzése ezzel folytatódik, hogy Jézus sok mindenre kezdi tanítani az embereket. És ugyanakkor bekövetkezik a testi táplálás csodája, mégpedig a kenyérszaporításban. A tanítványokra bízza a feladatot, mert hiszen ők figyelmeztetik Jézust, hogy a vidék elhagyatott, az idő is eljárt, és bocsásd el őket, hogy elmehessenek a környékbeli falvakba, tanyákra, hogy valami ennivalót vegyenek maguknak. Természetesen így földrajzilag és gyakorlatilag is igen nehéz a helyzet, vagy ennek az elképzelése. Itt csodatörténetről van szó, tehát először is a csodatörténetek a Szentírásban mindig valami nehéz helyzetet mutatnak, szinte olyan problémát vetnek fel, amely emberi erővel nehezen oldható meg. Tehát van valami emberi lehetetlenség, ez a csodának a háttere, hiszen ezért beszélünk csodáról, hogy a megoldás az nem természetes emberi dolog, hanem valami természet fölötti. Olyan megoldás születik, amelyet az ember maga nem tudna megtenni. Mert ha olyan megoldás kínálkozna, amit mi megtehetünk, akkor azt nem szoktuk csodának nevezni, hanem az egy természetes emberi dolog, amit emberi erőinkkel megoldottunk. Tehát az, hogy itt ennyi ember van, itt több ezer ember van, és már este van, és a települések is kicsik, tehát most több ezer embert elküldenék kicsi kis falvakba, hát tudjuk, hogy hát nem a mai bevásárlóközpontokat kell elképzelni a korabeli településeken nyilvánvalóan, tehát mindenképpen nehéz és szinte lehetetlen a probléma megoldása. És Jézus egyrészt nem hallgat a tanítványokra,
tehát nem bocsátja el az embereket, hiszen megesett a szíve az embereken, tehát ő akar megoldást kínálni, de ha már a tanítványok ennyire figyelmesek voltak, és ők figyelmeztették Jézust, hogy itt valamit tenni kell, nem a jó megoldást kínálva Jézus számára, de Jézus visszautalja a feladatot, és azt mondja, hogy ti adjatok nekik enni. De szintén nem a maguk erejéből teszik ezt majd, hanem Jézus segítségével, Jézus szavára mondhatnánk, isteni parancsára, mert minden emberi lehetőséget, ami szintén a lehetetlenségre utal, hogy a nagy tömeg számára ott van, körülnéznek, ott van 5 kenyér és 2 hal, de mi ez ennyinek? De kiosztatja Jézus mindezeket, és mindenki jól lakik, sőt, még 12 kosarat teleszednek a kenyér és a hal maradékából. Nyilvánvalóan csodáról van itt szó, tápláló csodáról, amely mégis több annál, mint hogy egy nehéz helyzetben, és többet üzen annál, mint hogy Jézus egy nehéz helyzetben megszaporította a kenyeret, és hát jól lakatott hatalmas tömeget, jól lakatott több ezer embert, és ezt is megjegyzi az evangélium a végén, hogy 5000 férfi evett a kenyérből. Azon felül tehát, hogy itt rendkívüli csoda történt, ezen felül arra is gondolnunk kell, hogy mivel Jézus a lelket is táplálja, ez a csoda is több annál, mint a testnek a jól lakatása. A kenyérszaporítást megelőzi az igében való táplálás, tehát, hogy Jézus tanítja a népet, mert mint pásztor látja, hogy szükségük van rá, mert olyanok, mint a pásztor nélküli juhok, tehát élükre áll Jézus és tanítja őket, aztán testileg jól lakatja őket, és aztán arra készül, és ez a csoda már arra utal, hogy aztán ezt a lelki táplálást valami másfajta kenyérrel. Jézus saját magával akarja folytatni, és majd az eukarisztiának, az úrvacsorának lesz valójában az előzménye és előképe a csodálatos kenyérszaporítás, mert majd így fogja később a továbbiakban és az idők végéig Jézus táplálni az embereket. Ő majd az élet kenyerét kínálja fel az emberek számára, és így ad lelki táplálékot, lelki útravalót az embereknek, azoknak, akik őt követik, akik hallgatnak a pásztor szavára, hogy ő mondja a jó pásztorról, juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők a nyomomban járnak. Tehát Jézus nyilvánvalóan azokat táplálja, akik az ő nyomában járnak, vagy tudjuk jól a jó pásztor tulajdonságaiból, vagy az elveszett báránynak a példabeszédéből, hogy a jó pásztor utána megy az elveszettnek. Tehát ha valaki mégsem járna nyomában, azt azért megkeresi a jó pásztor. Hát nyilván nem fogja megtömni, szóval képzavarral élve, tehát itt nem a liba tömésről van szó, hogy ha tetszik, hanem bizonyos emberi érdekekből, ugye megtömjük a libát, és hízlaljuk az állatokat. Nem erről van szó, Jézus nem tömi az embert, nem erőlteti az igét, nem erőlteti az úrvacsorát, nem erőltet semmi kegyelmet. Ezek ingyenes ajándékok. Ezek a Jóistennek a gondviselő szeretetéből fakadnak, de amennyiben Istent gondviselőnek nevezzük, akkor nem diktátornak mondjuk nyilvánvalóan, és nem egy erőszakos szülőnek véljük, hanem gyöngéd, a mi igényeinket és szükségeinket látó, figyelemmel kísérő, és a problémáinkat segítő, szerető atyáról beszélünk, amikor gondviselő Istent említünk, és nem egy erőszakos diktátort, aki megtöm minket az ő igéjével,
az ő útmutatásával, senkire nem lehet a jót rá erőltetni, a rosszat se erőltessük nyilván másokra, de a jót se erőltessük, mert az Isten sem erőlteti, mi se tegyünk így, mert nyilvánvaló a földi pásztorok vagy a lelki pásztorok is csak felkínálják a lehetőséget. Itt van a mostani műsorunk, ennek a címe Lélekemelő. Nyilván nem a műsorvezető vagy a lelki atya fogja a lelkeket fölemelni, mert hiszen én ezt nem tehetem meg kedves nézőinkkel, én csak segítséget nyújthatok vagy kínálhatok, vagy biztató szavakat mondhatok, ahogyan a Szent Liturgiában, a misében teszem, hogy emeljük föl szívünket. Tehát egy biztatást adhatok, és a műsor is egy biztatás, ennek a lehetőségét kínálja, de a megoldás az a Jóisten segítségével mindig a mi kezünkben van. Bizonyára volt, vagy lehetett volna olyan ember a tömegben a kenyérszaporítás csodájánál, aki azt mondta, vagy mondhatta volna, hogy köszönöm, én ebből nem kérek. De hát az emberek éhesek voltak, és segítségnek fogták fel a kenyérszaporítás csodáját, és ezért elfogyasztották, amit Jézus kínált nekik, amit a tanítványok kiosztottak számukra, és olyan bőséggel volt, hogy még maradék is keletkezett a lelki dolgokban, és majd később az eukarisztiában mindig ajándékot kell látnunk, és az ajándék lehetőségét a gondviselő Isten nem erőszakol semmit az emberrel, de nem is hanyagolja el az embert, hanem lehetőséget kínál, és segítségünkre siet. És ilyen segítség, amikor Isten magát adja földi táplálékban, természet fölötti tartalommal, ez az eukarisztia, vagy más szóval az úrvacsora, az élet kenyere, aki nem más, mint Jézus, aki önmagával akarja az embert táplálni. Az a jó pásztor, akinek a szíve megesik a szükséget szenvedő emberen, önmagát adja. A jó pásztor életét adja juhaiért. Jézus ezt meg is tette a keresztfán, a keresztáldozatban, de megteszi mindvégig a világ végéig az élet kenyerének odaadásában, amikor táplálja az emberi lelkeket. Így tekintsünk tehát, így gondolkodjunk az élet kenyeréről, Jézus ajándékáról, amelynek előzménye tehát a csodálatos kenyérszaporítás. Azt a nagy lelkűséget, amit Isten tanúsít az ember iránt, kegyelemnek mondjuk, a kegyelem ingyenes ajándék, Isten szeretete irántunk, Isten segítsége, megerősítése, megtisztító jósága, a lelkünkre ható ajándék, ami sokszor kézzelfogható anyagi közvetítőkön keresztül érhető el, amelyeket szentségeknek hívunk, és ilyen szentség az eukarisztia, az élet kenyere. Tehát amikor Jézus egyszerre táplálja a testet és a lelket, és ezt teszi a kenyérszaporítás csodájánál, mert hiszen tanítja a tömeget, majd pedig a testüket is jól lakatja a kiosztott kenyerekkel és halakkal, akkor ezt mindvégig megteszi az emberrel, mármint a mi életünk végéig, és a világ létének, az evilágnak a végéig, amíg majd ki nem teljesedik az ember és a világ léte az örökké valóságban, amit világ végének mondunk, azt a forduló pontot vagy pillanatot így nevezzük, addig velünk van Jézus, és egyszerre táplálja a testet, lelket, és mindez ajándék, grácia, ingyenes ajándék, kegyelem magyarul, amely lehetőség az embernek, hogy helyesen éljen, erős legyen, és Isten szándékai szerint megvalósítsa mindazt, amit Isten rábíz. Kedves nézőink,
Szent Márk könyvéből, a 6. fejezet 34. versétől a 44. versig terjedő rész volt a mai közös gondolkodásunk alapja, a csodálatos kenyérszaporítás története. Köszönöm mai figyelmüket, köszönöm, hogy együtt lehettünk, és mint említettem az imént, a lélekem elől lehetőség arra, hogy ki-ki felemelje a lelkét, fölemelje az Úrhoz, fölemelje a természet fölötti világba, de ha nem hívőként is emeljük a lelkünket, akkor is az elesettségünkből, csüggettségünkből föl tudunk kelni, hitünk szerint Isten erejével, ha másként nem az egymást megerősítő, bátorító szavakkal és testvéri szeretettel, de hát ez is Isten ajándéka. És így segítsünk egymáson, hogy valóban a szívünk, fölemelt szív, tekintetünk, fölemelt tekintet lehessen, mert hiszen nekünk az odafönt valókat lehet, szabad, és kell keresnünk. Ebben a gondviselő Isten mindig mellettünk áll, ő vonz magához bennünket, fogadjuk el ezt a gondviselést. Ezzel a biztatással búcsúzom a mai Lélekemelő című műsorunk végén. Dicsértessék a Jézus Krisztus!